Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok. Srácok, egy is Warframe. Kicsit radikális a cím, igen tudom. Viszont valahogy tényleg úgy érzem, hogy a Railjack Jack az tényleg a Warframe utolsó esélye abból a szempontból, hogy a játékosok figyelmét több, mint csak pár hónapra ragadják meg. Mielőtt belevágnék nagyon a témába, nagyon köszönöm, hogy a kezdetekkor. Amikor bejött a Jack a videók alá, ti is írtátok kommenteket, tippeket, szerintem mindenki nagyon hálás volt érte, együtt tanultuk, hogy hogyan fejlődik. A következő videóban mindenképp fogok hozni tippeket, modolásokat, esetleg formulás tippeket, főleg a Sentient hajót, illetően mit, hogy hány, merre lehet tudni róla. Egy ilyen újabb tippek, amiket én is tanultam úton, útfélen különböző Railjack küldetéseken. Na de, vágjunk is bele. Mire, mire gondolok itt, hogy a régek a Warframe utolsó esélye? Há, vegyesek az emberek érzelmei a régyekkel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a vegyesség nem attól jön, hogy szeretem vagy nem szeretem a régyeket, hanem leginkább azt érzem a, a visszajelzésekbe az emberektől, hogy szeretem a régyeket, de kurvára bagos, és ez sürgősen ki kell javítani. Tudni kell, hogy a Digital Extreme karácsonyozott, szóval nem nagyon dolgoztak mostanában a stúdióban, úgyhogy ha most januárban visszatérnek, akkor belefognak a railjack -nek a kijavításába, mert hogy vannak gondok vele. A rengeteg baktól a rohadtul magas nyersanyag ami kell ahhoz, hogy megépítsük a nyersanyagokat. Én például nekem nem volt türelmem kivárni ezt a rohadt sok nyersanyagot, farmot, hogy megépítsem a jobbnál jobb alkatrészeket. Egyszerűen egyszerűbb volt 50 platokat elkölteni, ugye a Rush Reaper drónra. 50 öt, öt, platokat egyszerű volt elkölteni, mostanra már vásároltam 12-18 ilyen uh, Rush Reaper drónt, és uh, egyszerűen olyan szintű időt spóroltam meg vele, hogy nem kell több tízezreket költeni nyersanyagra erre a végtelen grindra. És itt jön az én dilemmám. Az, a Railjacknek a kor játék eleme, a repülés, a lövés, a csapatjáték szerintem kurva jó, és Rég volt, hogy azt mondtam a Warframe-re, hogy a játékmenet az, amit élvezek, és a grind az csak a mellékes jutalom. És kivételesen régóta a Warframe-ben először azt néztem a railjack hogy élvezem a játékmenetet. Némi kihívást is nyújtott a játék abból a szempontból, amikor a, a railjack nem volt megfelelően erős, így aztán az enemik némi kihívást nyújtottak. Mostanra ez már, ahogy szokott lenne, volt, egy kicsit lejjebb hagyott. Üm, viszont igen, és őszintén tudom mondani azt, hogy magát a kor egy játék elemet a Railjackben azt élvezem. Viszont bosszantóan elkeserít a rengeteg nyerség, amibe kerül, uh, hogy megépítsd a jobb alkatrészeket a rail Kérdem én, ez lenne a Warframe endgame -je? Vagy ez is csak egy megálló? Steve betartotta az ígéretét abból a szempontból, azt mondta, ez nem lesz egy újabb Fortuna, és nem lesz egy újabb uh, Cetus, nem lesz egy olyan hely, ahova kötelező bemenni, és egy nagy űr valami lesz. De jelen pillanatban egy nagy üres valami a Railjack is, de tudjuk, hogy összeköttetésben fog állni a jövőbeli update-ekkel, és nagyobb terveik vannak hozzá, nem, nem beszélve arról, hogy most megemlítettek valami raid féleséget, ugye bár ami a railjackhez fognak kötni, nem hagyományos értelembe vett raid, mint régen volt, de valami több, valami nagyobban. Szóval még nem húzzuk rá a lóbört, hogy ez egy teljesen üres content, mert most jelen pillanatban még az. Viszont Steve annyiban megígérte, ez egy olyan dolog lesz, hova nem kötelező elmenni, és ez igaz. A railjack kihagyhat az életedből, és hogyha minden igaz, ha bejön a New War update, akkor is kimaradhat a Railgek az életedből, ha úgy van. De viszont, jelen pillanatban ez Warframe-nek az endgame-je? Vagy ez Warframe-en belül egy külön játék? Te mit gondolsz erről? Számodra micsoda? Ebből a szempontból a Railjack. Számomra nem tűnik Endgame-nek, viszont Warframe -en belül egy külön játéknak tűnik, ahol én egy új játékot kezdtem el, uh, hogy úgy mondjam, új formolást, egy új, vehetném a railjacket, mint egy új warframe és ki kell modoljam. És, és konkrétan ezzel foglalkoztam az elmúlt időkben, hogy megpróbáljam még jobban kimodolni, felhúzni a fegyvereket, és felhúzzam uh, ugye a hajónak az alkatrészét, ami elképesztő mennyiségű platba került számomra, mert nem egyszerűen, amikor megláttam, hogy ezer titánium és összességében több százer <laughs> több kellene farmolni ahhoz, hogy, hogy, sikeresen megépítse egy jobb alkatrészt az, az egyszerűen elkeserítő. De tudjátok mit? Tudjátok mit? Még ezt is túl tudnám élni. Még ezt is túl tudnám élni. Viszont ami a tökéletes bunkóság volt a Digital Extreme számára, és a tökéletes köcsökség, nem is értem, hogy miért csinálták ezt, de más motivációt nem látok a háttérben, mint az, hogy költs pénzt a játékra, költsd el a platodat, mint ahogy én is, tehát egy költsd el a platodat, hogy gyorsíts a grindon. Minden tetves fegyver, illetve uh, hajóalkatrész, railjack alkatrész randomizált statokkal fogott ki a kurva anyátok. Ez ez a leggusztustalanabb grind, amit egy játék berakhat a játékába. Szóval amit fejlesztők egy játékba berakhatnak az ez, amikor kifogod ugyanazt a fegyvert, vagy ugyanazt a hajóalkatrészt, és a kettőnek minimális stateltérése van. Mondjuk két fegyver között az egyiknek nagyobb a státusza, a másiknak nagyobb a kritika esélye, két százalékkal nagyjából ilyen szintű eltérések vannak. Ott van például a vidár, a, a vidár reaktor, Kifogtam egy Vidár MK3 reaktort, állítólag valami 2% az esélye rá, hogy dobja. És, és esküszöm, hogy a, az alap MK3-os reaktorom jobb volt, mint az. Igen, a Vidárnak voltak több bónusz képességei, de viszont az alap Sigma reaktoromnak több Avionics bónuszt adott legyen akárhány képesség annak a tetves vidár uh, reaktornak, akkor is megtartom az alapvizé uh, Sigma reaktoromat, mert 80 avionics extrát adott az alapra. Szóval, uh, bitch please, miről beszélünk. És a, az előtte lévő, amíg fel nem fedek, amíg, amíg be nem raktam a Sigma reaktort, volt egy Zetki reaktorom, az is jobb volt, mint a vidár. A vidár, amire kb. 2% esély van, hogy essen. Hát egyértelmű, én legalábbis prioritizáltam az avionics hogy több modot, ugye, több avionics tudja tudjak belepakolni a railjack -be. És ez probléma, ez a leggusztustalanabb grind, amit egy játékba bele lehet rakni. Tudod, hogy a Well vale Proximán dobja a legjobb alkatrészeket, de nem tudod, hogy melyik pályán hogy, Uh, és ha szerencséd van, ki fogsz jobb statokat, ha nincs szerencséd, nem fogsz ki jobb statokat. És ez természetes módon nagyban befolyásolja a játék élményedet és a grind élményedet um, a Warframe-ben. És ez úgy gondolom, hogy a Railjack-et tönkre teheti. És hogy miért a Railjack az utolsó esély a Warframe-nak? Mert most már a Warframe-nek nagyon, nagyon mindenki, hogy is mondjam, rajta tartja a szemét a játékon, és ott van a legnőbb kompetitor, a Destiny 2, ami, legyünk őszinték itt, ami viszi el a játékosokat a Warframe-től. Destiny 2 viszi el a játékosokat a Warframe-től. A Railjack pedig egy nagyon nagy durranás lehet a jövőben. És nehogy ne, Isten, mi van, hogyha most, hogy az Antemet eldöntötték, hogy újra dolgozzák, ne hogy Isten, mi van, hogyha az a játék kijön új, új köntösbe, uh, akkor, 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 ott lesz a másik nagy kompetitor. És nagyon köszönöm, ahányszor csináltam egy, egy Antem videót, például én is látom, hogy az emberek, legalábbis az én közösségem, ti érdeklődtök a játék iránt. Meg sokan nézték az Antam videót, tudván, annak ellenére az emberek kíváncsiak, hogy mi van a játékkal. Nem is játszák, de aki pénzt adott ki érte, az tudja, hogy én is tudom, potencia van abban a játékban, és a készítők most belefogtak abba, hogy teljesen újra euh, ruházzák ezt az egész játékot. De az még messze lesz. Ne, hogy én kívánom nekik a sikert. Az Anten potencia az nagy. De a Destiny 2 az itt van, és viszi a játékosokat, mert kétszer igényesebb, nem, nem igényesebb, mint a kettő egy nagyon igényes játék. De a Destiny, Destiny-ben van nehézség, és van endgame, van nehézség, és a nehézség mögött valódi jutalom rejtőzik. A rédek mögött rejtőznek rédruhák, rédfegyverek, és a réden belül vannak külön challenge külön fegyverekért vagy ruhákért. Annak, aki nem tud rédre elmenni, az megtalálhatja a nightfallokat, a nightmare nehéz kihívásokat, dungeonokat, minden ott van a Destiny 2 be ami egy játékos kihívásra késztethet, és hosszabb időre leköthet a, a játék elé. Nem beszélve, hogy jó, megeshet, hogy a, a bungie nak egy kicsit nagyobb a fejlesztő csapata, mint a Digital Extreme-nek, bár mostanra már ezt nagyon hiszem el, hogy ez így van, de de gyakorlatilag, hogyha nem ütik nyélbe a railjack most a Warframe, a játékosok el fognak pártolni tőle, és az új játékosok csak pár hónapig lesznek figyelemmel, és amire odaérnének a Railjackhez, elveszítik az érdeklődést, mert a játék már hatalmas, és sok mindent lehet benne csinálni, addigra elveszítik az érdeklődést, sőt, sok nézőm ír Facebookon, hogy, hogy csak egy pár hónapig érdekelt a Warframe, mert rájöttek, hogy milyen mennyiség grind van mögötte, és régen nem volt ilyen a Warframe, de arról nem beszélünk már, hogy milyen volt régen, arról beszélünk, hogy most van egy új jövő előtte, és amilyen fantasztikus a játék, milyen jó a lore történet, milyen kellemes érzés a gameplay, jutalmazó a harc, és minden Tudjátok, milyen a Warframe, pont ez az, ami, ami romba dönti, és régen még csináltam is egy ilyen videót, hogy a Warframe sikerrel lesz a bukása, körülbelül a, a Warframe-nek, és úgy érzem, hogy itt ez az a pillanat, a New War és a New War utáni tervek, a Railjacket illető tervek lesznek azok, amelyek vagy felemelik, a warframe a következő siker szintre, vagy ö, elsülyeztik a játékot arra, ahol 5 évvel ezelőtt volt, mert megszűnni nem fog, attól óriási a játék, viszont le fog csökkenni a játékos bázis a több százezerről a pár ezerre ö, napjába, azért, mert az emberek hittek a Devstreamnek, hittek a fejlesztőknek, hittek Rebekáéknak, és és csalódni fognak, mint ahogy a 2019-es év csalódás volt, és az előtte lévő 2018-as év csalódás volt, amit még ők is beismertek, hogy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a 2020-as évre az emberek már kicsit csóválják a fejüket, hogy esetleg mi várható a warframe -ben. Még egyszer mondom a nagyon kedves, jóindulatú embereknek odakint, hogy én élvezem a railjack élvezem a core gameplay-t, és úgy gondolom, hogy potencia van mögötte. De talán ez már az utolsó esély ebből a szempontból. Ez, ez egy személyes vélemény. Én így látom most um, ezt az egész koncepciót, ami történik a Warframe körül, és a Railjack körül, és a jövőbeli update uh, körül. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, ez, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!